Sziasztok fiúk, lányok, Szilva vagyok, és ez itt Evelyn csatornája, hogyha feltűnt volna. És ma ismételten egy ne legyen tabu videóval érkeztünk, ma nem táncolunk, nincs hozzá energiánk, és a mai téma a nőgyógyász látogatás lesz, mert ez éppen egy friss élményből adódott nekünk, hogy akkor erről jó lenne beszélgetni, mert szerintem ez a lányoknak egy nagyon fontos kérdés, mint fiatalabbnak, mint idősebbnek is akár. Bizony, mert a nőgyógyász látogatás az szerintem egy traumatikus élmény. Igen, kicsit ijesztő. Nagyon. Nagyon ijesztő. Nagyon. Szóval, hát akkor kezdjük szerintem az elején. Mikor kell egy lánynak elmenni a nőgyógyászhoz? Ha nincsen panasza, ugye? Ha nincsen panasza. Én úgy gondolom, és ezt nem tudom, hogy le van-e írva bárhol, mert ilyen szakszerűen, hogy szentírásként. Akkor, igen. De úgy gondolom, hogy az első szexuális élmény után kell először elmenni nőgyógyászhoz. Ez azért fontos, mert ugye valami megváltozik odalent, plusz... Igen, valami meg... Már nem lesz ott semmi ott, sem igen, a régi. Ott... Igen. Igen. És nem csak azért ajánlott ilyenkor elmenni nőgyógyászhoz, mert ugye egy testi változáson esnek át a lányok, hanem azért is, mert sajnos a méhnyakrák okozója, legtöbbször okozója, a HPV leginkább szexuális úton terjed, tehát ilyenkor amint már lehet, jó, hogyha a doki beléd néz, plusz már most megnézi, vagy hát megtörténik az első ellenőrzés, igen, a keretvétel, ami? Igen, ami végül is, tehát a keretvétel, rákszűrés, méhnyakrákszűrés, többféle néven fordul elő ez a dolog, ez ugye egy olyan folyamat, amit évente egyszer, hát illik elvégeztetni. Én inkább erősen, mondom, hogy kötelező. Erősen ajánlott, igen, az a biztos, hogyha egy évben egyszer megnézi a doki, hogy minden rendben van-e veled. Szóval ez legyen egy ilyen alap minden nő igen. fejében. És hát igen, ez egy rendkívül fontos dolog, mert az egészségünk a világon a legfontosabb, szóval lehet itt beszélni mindenről, hogy nekem a pénz, nekem a kocsik, tök mindegy, ha nincs egészséged, semmit nincs. Mm-mm. És a nők rendkívül, tehát sajnos ki vagyunk téve ennek a betegségnek, ez ugye halálos is lehet. Szóval nem jó ezzel játszadozni. Na de, egy alapfelvezetés után, hát arról szeretnénk nektek beszélni, hogy milyen is az első élmény. Vagy nekünk például milyen volt, amikor először elmentünk nőgyógyászhoz. Mert azért ez egy durva dolog, valljuk be. Szóval, amikor először elmegyünk a nőgyógyászhoz, hát az hogyan is történik? Én személy szerint az egyik osztálytársammal mentem el, közösen kértünk időpontot, mert annyira halálosan rettegtünk ettől az egésztől, hogy én fel sem mertem hívni a nővérkéket, hogy szeretnék egy ilyen időpontot kérni. Jó pár évig mindig együtt mentem az osztálytársammal, és így biztattuk egymást a vizsgálatok során, hogy nyugi, minden rendben lesz. Szóval nálunk ez így zajlott, nem tudom, hogy neked milyen volt az első élmény? Ha jól emlékszem, én először anyukámmal mentem, tehát pont a másik példa. Szerintem egyedül senki nem megy el először. Kizárt. Mármint kizárt. Én a mai napig nagyon nem rettegek, de azért gombóccal a torkomban megyek el nőgyógyászhoz, és amikor először mentem el, akkor mekkora gombóc volt, akkor én egy gombóc voltam. Én, igen. Úgy gurultam. Én majdnem sírtam az elsőnél. Tehát annyira rettegtem, hogy fogalmam sem volt arról, hogy mi vár rám, hogy mi lesz ott bent, és az ember ugye igen. persze a többi lánytól hallja, hogy hú, hogy mi történik, meg stb. De hát amikor ott vagy bent, te meg az orvos. Igen. Hát azért ez kemény menet. Szóval igen, te anyukáddal, én meg barátnővel. Talán anyukámnak nem is mondtam. Akkor ennyi. Talán csak utána mertem elmondani, hogy anya, amúgy voltam már nőgyógyásznál. Tehát úgy, két véglet. Igen, de én úgy gondolom, hogy az anyukátokkal ezt meg kell tudni beszélni. Igen. Tehát, hogyha bármi probléma van, akkor szerintem mindig legyen anyukátok az, akinek először szóltok. Igen. Én nagyon bátortalan igen, voltam. Igen. Tehát is nyuszika. Nagyon-nagyon bátortalan, viszont az osztálytársamban egy olyan kis partnerre találtam rá, aki szintén úgy gondolkodott, mint én, és akkor így együtt könnyebb volt a dolog. És akkor ugye hát hallani dolgokat, hogy hogyan készüljünk fel a nőgyógyász látogatásra. Na de várjál! Előre sírtam? Nem. Csak ezt most... Igen? Hogyan választott ki a nőgyógyászodat? Mi alapján, Jézusom. Hogy kinél voltál? Férfi vagy nő?
honnan ismerted? Honnan tudtad meg a telefonszámát? Azaz a barátnőt, hiszen te nem voltál képes. Nem voltam képes. Hát mi egy helyi SZTK-s rendelésre mentünk el, tehát nem magánba, hanem ami a társadalombiztosítás ugye kínált számunkra, és kettő darab orvosból lehetett választani, mind a kettő férfi volt, és akkor így úgy jött a választásunk, hogy az egyikre azt mondta, hogy oda ne menjél, mert az nagyon idegbeteg, úgyhogy menjél a másikhoz. Tehát, hogy ennyi. Hát azért ez így elég sokkoló volt egy olyan ember számára, aki még ugye életében nem volt ilyen helyen. Hát ezek a mondatok, ezek nagyon félelmetesek tudnak lenni. Szóval az első az így volt. Aztán úgy idősebb lettem, ugye ez a szájról szájra terjed általában a nőtársaim között, hogy ki melyik nőgyógyászhoz megy, és így választottam. És valahogy mindig úgy alakult, hogy férfi nőgyógyász. Viszont egy idő után már én kikötöttem magamnak, hogy idős nőgyógyászhoz nem vagyok hajlandó elmenni. Mert egyszerűen annyira kellemetlen az az egész szituáció, de erről majd később, hogy én úgy döntöttem, hogy egy olyan 40-50 év körüli férfi orvoshoz fogok akkor elmenni. Tehát így ez lesz a választásomnak az egyik szempontja, hogy ezt figyelembe veszem. Akkor ez ilyen furcsaság lehet, de nekem ez megnyugtatóbb érzét. Az jó. Hát az én jelenlegi nőgyógyászom, illetve a legelső is, akkor a legelsőt egy barátnőm ajánlotta. Ő egy kicsit idősebb volt nálam, tehát már volt egy kis tapasztalata a dologban, és ő egy ilyen 60-as bácsi volt, de nagyon aranyos volt. Utána volt egy fiatalabb, majd pedig újra egy idősebb úriember. Szerencsére semmi problémám nincs vele. És miért? Tehát, és mi a helyzet a nőkkel? Kipróbálnál női nőgyógyász, vagy mit hallottál róla? Mert én hallottam rossz dolgokat. Például azt, hogy durvábbak. Igen, én is ezt hallottam. Mert ők tudják, hogy nem fáj. Nem egy kellemes... Nem fájdalmas. Nem, de mármint amikor ott ül az ember abban a székben, egyébként fel kell pakolnotok a lábatokat, hogy és lábakat szét. Igen, vagy kaptok egy ilyen kis kórházi ruhát, vagy... Vagy nem. Vagy majd félmeztelenül kell oda felcsüccsenni. Nem, tényleg nem fájdalmas, és nem is annyira kifejezetten kellemetlen, nem kellemes, de amikor ott ül az ember, és a gombóc ott van a torkában, és úgy érzi, hogy minden másodperc 50-szer lassabban telik, mint igen. Amúgy. Igen, nem kellemes. Nem. És, na, amit akartam, egyszerűen csak kerülöm a forrókását. Na, tehát azt mondják, hogy ahogy a női dokik kicsit durvábbak. Tehát, hogy annyira nem szólnak, vagy bele a közepibe. Nem tudom, az én nőgyógyászom az minden egyes alkalommal, mikor ugye, azt hiszem, hogy kacsának nevezik azt a szerkentyűt, amit ugye a hüvelybe betol finoman, és ugye az szétnyitja a hüvelyt, hogy ugye lássa a hámszövetet belül, igen. Hogy a kenetet le tudja venni, tehát ez így néz ki, és igen. Nem tudjátok, nem tudom, hogy látjátok-e, de itt van egy rés. Tehát ő azon a résen keresztül látja a dolgokat. Így van. És ő például minden egyes alkalom előtt azt mondja, hogy bocsánat. Ez annyira érdekes, amikor legelőször ott voltam, annyira meglepett. Tehát mielőtt ez a procedúra megtörténik, hogy ő felhelyezi azt a kacsát, azt mondja, hogy bocsánat. Aranyos. Ez nagyon aranyos. Ez szerintem nagyon-nagyon-nagyon nagyon jó dolog egy nő számára, mert ezzel ő szerintem azt fejezi ki, hogy ő megtisztel egy részről, illetve hogy tudja, hogy ez egy rohadtul kellemetlen szituáció is, meg úgy az egész tényleg egy a legtöbb nőnek egy hatalmas görcs, és hogy ő ezzel fejezi ki, hogy úgy, tehát ne haragudj, hogy ezt meg kell tennem, de meg kell tennem az egészséged érdekében, és szerintem ez fantasztikus. Igen. Köszönöm. Az én dokim csak mondja, hogy akkor most lazuljunk el, akkor most megtörténik a dolog, hogyha bármi probléma van, akkor szóljak. Aha. Tehát ő nagyon óvatos lesz, de szóljak, hogyha bármi probléma van. Nos, és akkor beszéljünk arról, hogy mire számítsunk, amikor először bemegyünk az orvosi rendelőbe, azaz a doki már mondja is, hogy csücsenjünk föl arra a székre. Igen. Hát általában ugye mindig egy kis beszélgetést azért megelőz a dolog, mi a panasza, miért jött, ugye azt mindig meg szokták kérdezni. Hogyha először vagytok ott, akkor általában ugye meg is kérdezi, na először is regisztrál titeket a doki, ezt elfelejtettem. Igen. Tehát meg fogja kérdezni, hogy mikor volt az első menzeszetek,
mikor volt az első szexuális élményetek, és hogyha most mentek el először, mármint nem most, hanem az első alkalom után, akkor ugye mondhatjátok, hogy egy tegnap történt, múlt héten. Persze, igen. Voltál-e már nőgyógyásznál, milyen gyakran mész, mikor volt az előző vagy az utolsó vizsgálatod, tehát kenetvétel, és megkérdezi, hogy milyen fogamzásgátló módszert használsz. Igen. Tehát ezek az ilyen alap dolgok. Igen. Ezt megbeszélitek az elején, ha már ugye rutinos visszajáró vagy, akkor ez ugye rövidülnek. Persze. Ezek a kérdések, és akkor történik az a bizonyos pont, amikor azt mondja, hogy akkor most tessék levetkőzni derékig. Hát ez a necces pont, Neked van erre, vagy volt valaha erre bármi trükköd? Volt bizony, volt. Volt, és ezt az osztálytársam javasolta, hogy tehát amikor ugye mi először elmentünk együtt nőgyógyászhoz, mondta, hogy szoknyát vegyek fel. Mert hogy ugye leveszed a harisnyádat, zoknidat, cipődet, ami ugye a szoknya alatti rész, és... azt se felejtsük el. És akkor ugye, amíg oda sétálsz magához a kis ágyikóhoz vagy székhez, ugye, amíg megtörténik ez a néhány méter is, úgymond a szoknya által védve vagy. Tehát, hogy nekünk ez nagyon sokat jelentett akkor, és sokat segített is, hogy egy picit úgy a komfort érzetünk, hogy mégiscsak azért legtöbb esetben mi valahogy így fogtuk mindig ki, hogy egy idős férfi kezei közé kerültünk. Tehát elvonatkoztatni attól, hogy ő, oké, hogy ő egy orvos, de ő egy nagypapa korú férfi. És mondjuk, amikor legelőször mentünk, hát én nem tudom, én bennem ez egy mai napig, ez egy nagyon kellemetlen élmény. Ez a szituáció, hogy ott van egy nagyon fiatal lány, és egy nagyon idős férfi. Nekem a kor része az még nem is. Nekem tényleg az, hogy egy lány és egy férfi. És attól igen. Elvonatkoztatni, hogy tényleg ő csak egy orvos. Igen. Hogy ő nem egy férfi. Rá nem tekintünk úgy, hogy férfi. Tehát ő nem téged fog nézegetni, nem fog ott semmi olyasmi történni. Igen. Tehát szexuális értelemben. Tehát igen. A szexualitás itt teljesen... Itt nincs. Nincs. Megszűnik létezni. Igen. Igen, de hát ugye ezt erősítened kell magadba, mert azért akaratlanul is kijön belőled az érzés, hogy te jó Isten, azért ez mekkora egy iszonyatos szituáció. Igen, igen. És én ezzel nehezen birkoztam meg. Na, de a lényeg az, hogy ugye a kis szoknya, amíg oda sétáltam a kis asztalhoz, ugye felültem, a szoknyát feljebb húztam, hát ugye szét kell tenni a lábakat, máshogy nem történhet ugye meg ez a vizsgálat, és amint készen van, és te már szállsz le a székről, már húzhatod le a szoknyádat. És akkor, amíg visszasétálsz az öltözőbe, úgymond egy védett helyzetben igen. vagy, tehát nem látszik a feneked, nincs az iszonyatos helyzet, hogy félmeztelenül sétálgatsz egy férfi igen. előtt. Van rajta duha, van az a kis védelem, és nekünk ez akkor nagyon sokat segített, és évekig így jártam nőgyógyászhoz. Aztán, hogy ez megváltozott. Tehát azért nyilván, ahogy idősödtem, már egyre inkább tudatosult bennem, hogy ez mennyire fontos egészségügyi dolog. Egyre inkább leperget rólam az, hogy én most ott prűd legyek, vagy ja Istenem, szégyenlősködök meg minden, mert tudtam, hogy ez egy nagyon fontos dolog számomra, így, ez csak így és máshogy nem történhet meg. Minél előbb legyünk túl rajta és kész. Igen. És ahogy említettük a videó elején, ez egy friss élmény, én például ma voltam rákszűrésen, és megmondom őszintén, mindig bennem volt ez a gombóc, ugye, mielőtt bemegyek az orvoshoz, és most ma már teljesen természetes volt az, hogy szólított, jó, egy pillanatra azért így megugrik ilyenkor az ember szíve, de bementem, megbeszéltük a szokásos kis kérdéseket, és akkor, hogy akkor lehet vetkőzni. Levettem a kis gatyám, odasétáltam, megtörténtek a dolgok, és felöltöztem, és egyáltalán nem volt már ez a... Soha nem tudom, hogy ez az awkward... Kellemetlen feeling nem volt már meg. Nyilván azért én már a koromból fakadóan, tehát már sokszor voltam igen. nőgyógyásznál, tehát hogy én tényleg minden évben elmegyek a nőgyógyászhoz. Megszokni nem tudom, hogy mennyire lehet ezt az egészet, de ez a kellemetlenség ez csillapodik igen. idővel. Nekem ez a tapasztalatom. Igen. Hát nekem még nem telt el az egy év, szerintem 1-2 hónapon belül megyek újra. De nálam még mindig megvan az a helyzet, hogy amikor még ott ülök, vagy felülök arra az asztalra,
akkor nekem még mindig nagyon erősen dobog a szívem, és úgy kell nyugtatnom magamat, hogy jó, akkor lazuljunk el, semmi nem történik, becsukom a szememet, kicsit szorongatom a kezemet, tehát hogy nekem ez még ilyen élmény, majdnem, mint a fogorvos látogatás. Én azt sem félek. Most már én sem valahogy így átlendültem rajta, lehet, hogy pár év múlva a nőgyógyász részén is átlendülök, de én azért leízadok. Én azért mai napig leízadok. Nem tudom, azért, mert évente egyszer megy el az ember, és akkor így, ó, basszus! De nem is az, de nekem még mindig az a legrosszabb rész, hogy mesztelen, félmesztelennek kell lennem egy férfi előtt. Egy olyan férfi előtt, aki nem a párom, nem a szerelmem, hanem egy random ember. Oké, hogy orvos, ezt nagyon mindig tudatosítani kell, hogy orvos. Oda fogják, én nem random ember. Bocsánat! Nem random ember. Csak emlékszel a... Emlékszem. Tehát egy orvos. Igen, nem, ezt bele akarod vágni? Bele. Jaj, jó. Orvos, jó? Elnézést kérek minden random. Igen, minden random. Tehát orvos, természetesen így értettem. Igen. Nekem ez a rész nem annyira problémás, már az elején természetesen ugye az volt, hiszen igen. Hát persze. Első néhány alkalom, de ma már ez a része nem izgat. Nekem tényleg maga a procedúra az, ami a legnehezebb, kellemetlenebb. És hogyan lehet szerinted jól felkészülni külsőségekben egy ilyen látogatásra? Nos, szerintem nagyon fontos, hogy az orvos látogatás előtt fürödjünk meg. Így van. Tehát tisztán menjünk, semmi ne akadályozza abban a dokit, hogy... A munkáját végezhesse. Igen. Tehát ne suhanhasson el semmi felett, illetve ne hihesse az, hogy valami van, hanem tényleg egy tiszta közeggel érkezzünk. Így van. Fürödjünk meg szépen. Vegyünk fel egy tiszta bugyit. Hát igen, ez nem és át. Igazából nekem ennyi a felkészülés. Jaj. Ez a bólogatás. De most mi akarsz? Van még valami. Ez egy abszolút, hogy mondjam, tehát hallunk ilyet is, hallunk olyat is, de szokták mondani, hogy ugye az intim terület legyen... Szőrmentes, igen. Ez most teljesen egyéni, hogy ezt most ki hogyan akarja megtenni, de hogy például, mint higiénés rész, ilyenkor erre is gondoljunk, tehát, hogy a borotválkozás. Egyébként nekem volt egy nagyon durva szituációm egyszer, és ezért még az első időkben, amikor nőgyógyászhoz jártam, hát az maga volt a halál. Képzeljétek el a helyzetet, hogy túl voltam éppen az alsó tájék vizsgálatán, és jeleztem az orvosnak, hogy hát ilyen furcsa szúrást érzek itt az egyik mellemben, és hogy, hát, hogy nem tudom ugye, hogy mi az, de fáj, és a többi, és akkor ugye tök természetesen mondta, hogy hát jó, akkor vegyem le a fősőmet, hogy megnézze, hogy mi a helyzet. És akkor oké, megvizsgál, és akkor utána úgy egy pillanatra úgy átfut az agyadon, hogy te jó Isten, én konkrétan anyaszült mesztelenül ülök a széken egy nagypapakorú orvos előtt. És amikor ez így tudatosult bennem, én azt hittem, hogy én most is kiugrok az ablakon. Tehát az az érzés nekem borzasztó volt, hogy hát ugye alul a vizsgálat miatt ugye nem volt semmi, és akkor vegyem le a fősőm, ugye melltartó le, és akkor ez azt a va életbe, és hogy ott ültem teljesen mesztelenül. Nekem ez volt az ilyen legdurvább nőgyógyászatos élményem. És ez ráadásul pont az ilyen első években történt, amikor ugye elkezdtem járni, és szóval nekem bennem van egyfajta kis ilyen traumatikus élmény ezzel az egésszel kapcsolatban, ha a régre gondolok. Most már nyilván elmúlt ez, meg szóval más az egész szituáció, nem lehet összehasonlítani, de nekem az eleje borzasztó volt, szóval... Nekem szerencsére ilyen nincs. Tehát, hogy valamit ilyen rossz, kifejezetten rossz élményem. Aha. Nekem minden alkalommal egyébként, amikor megyek rákszűrésre, akkor a doki nekem automatikusan megnézi, megvizsgálja a mellemet is, és szerencsére úgy szokta, hogy jó, akkor most vegyem fel a nadrágomat, és akkor utána jöjjek ki felső nélkül. Ez tök jó. Hogy elkülöníti. Igen. És ezek az apróságok egyébként nagyon sokat számítanak a nőknek. Tehát, hogy maga a komfortérzetet, hogy milyen egy ilyen szituációban, nagyon sokat számít, és a legtöbb orvos sajnos erre nem fektet elég hangsúlyt, mert ő tényleg úgy néz rád, mint egy húsdarabra. Tehát,
Tehát ez van, nem kész. Nőként, nem nőként. Hát, paciens. Kész. Paciens. Meg kell vizsgálni, és kész. Tehát, hogy... Igen. Hú, de szóval egy kicsit a lélektanára kanyarodjunk még rá, hogy azért tényleg mondjuk így tiniként, vagy fiatal lányként elmenni egy ilyen vizsgálatra, én tudom, hogy ez borzalmas. Nekem az volt. Van, aki jobb élményekkel távozik, de ez egy kemény dolog. Viszont arra kell ilyenkor mindig gondolni, hogy ez az egészségünk érdekében van. És mi is utána nagyon sokat beszélgettünk az osztálytársammal, hogy úristen, mennyire ciki volt, annyira gázolt, úristen, ég a fejem. Tehát ilyenek voltak ugye bennünk, egy tök normális reakció. Viszont most, ha mondjuk egymás között beszéljük, hogy figyelj, ma megyek a nőgyógyászhoz, és akkor oké. Tehát a világ legtermészetesebb dolga már. Tehát így érdekes, hogy mennyire meg tud változni. Igen. Viszont fiatal korban pedig ez mennyire nehéz, és szerintem semmilyen felkészítés nincs arra, hogy... Vagy én legalábbis nem kaptam senkitől sem, hogy figyelj majd, amikor először elmész a nőgyógyászhoz, akkor ez lesz, és ez ezért lesz. Tehát én például ilyenben nem részesültem. Igen. És jó lett volna. Egyébként, amit még szerintem érdemes megemlíteni így a lélektannal kapcsolatban, az az, hogyha egy kicsit is kellemetlenül érzitek magatokat, mindig mondjátok el a nődokinak, vagy hogy most ez az első, ez a második alkalom, még izgulok, vagy hogyha bármi zavart titeket, hogyha tényleg megtörténik az, ami Evelynnel, hogy nadrág levétele után is mondja, hogy rögtön a felső, akkor mondjad nyugodtan, hogy előbb felvehetném a nadrágot, nyugodtan. Lehet, hogy neki ez természetes, tehát ez páciens. Igen. Nem úgy tekint rá, de a lényeg az, hogy te ne érezd magad annyira rosszul. Tehát nyugodtan említsd meg, hogyha valami zavar, hogy ha valami fáj, mindenképp szóljad, hogy ez egy kicsit kellemetlen volt. Igen. Durva dolgok azért. Igen. Ezek. Igen. Hát és stresszfaktor. Ó, nagyon, nagyon. És szerintem, hogyha valakinek az első élménye rossz, akkor ez úgy bevésődik, és akkor utána nagyon nehéz elvonatkoztatni attól, igen, hogy ez egyébként azért nem annyira durva dolog. Igen. De gázos tud lenni. Ezért egy fontos, rossz élmény. Ezért fontos jó dokihoz menni. Tehát kérdezzétek meg a barátnőiteket, anyukátokat, akár ki mit ajánl. Védőnő, szerintem ő is tud javasolni valakit. Szóval hát reméljük, hogy hasznos volt ez a videó nektek. És ha nektek is van valamilyen érdekes történetetek, mint például az én mesztelenkedő sztorim, egyébként nagyon szívesen elolvasnánk. Igen. Ha megmeritek írni nekünk. Igen. Itt a kommentekben. Sokan írtok egyébként privát levelet, arra buzdítanálok benneteket, hogy inkább ide. Hogy mások is esetleg tanuljanak belőle, vagy hát nem is tudom, tanulásként felfogható. Meg az, hogy megosztjuk egymással ezeket a cikkisebb dolgokat, szerintem ez sok embernek segíthet abban, hogy a gátlásait egy kicsit oldja. Igen. Tehát, hogy igen. Talán ezért praktikusabb lenne. Mert amúgy ez a nőgyógyászhoz járás, ez nem ciki. Nem. Ez nem egy ciki dolog, ez tök természetes. Ez egy nem tabu fontos dolog. Igen, igen. És ezért fontos, hogy még inkább ne legyen tabu. Így van. Hogyha kérdésetek van, akkor azt is írjátok meg, remélem mindenre kitértünk. Ezt tényleg nem tudom, de majd megnézzük a kérdéseket aztán, hogyha tudunk, akkor válaszolunk. De amúgy minden kérdés esetén nőgyógyász. Igen. Hogyha hát mindent mi sem tudhatunk. Kérdésetek lenne. Úgyhogy igen, a nőgyógyászt kérdezzétek. Igen. Köszönjük, hogy megnéztétek a mai videónkat, és hamarosan. Igen. Iratkozzatok fel, like. És komment. Gyere. Na, szép napot nektek, sziasztok! Sziasztok, gyertek el hozzám is! Igen, és tessék pezsegni! Ne felejtsük! Jó, és ne legyen tabu! És ne legyen tabu! Na jó, sziasztok!